was near the ground. I didn't know holding me tight. Looking at the shore, I was not your sound. Baby, get downtown. Baby, get downtown. Első két gyorsan nem volt különösebben nagy baj, egy harmadik, meg egy negyedik időt mentünk, viszont a Vigán Petenben, a visszafordítóban az autó, gyorsan akartam a visszafordítót megcsinálni, és nem húztam meg eléggé a kéziféket, és az elejét betolta az árokba. Szerencsére megálltunk az árok előtt, de leállt az autó, és sajnos a Peugeot nem indulnak olyan gyorsan, ahogyha így fordulaton áll meg. Ilyen, azt mondom, hogy 8-10 másodperc biztos benne az, mire újraindult, ami nagyon sok. Meglátjuk majd, most nagyjából ilyen ötödik idő környékén vagyok abszolútban, most megpróbálok az utolsó háromban nem hibázni, és nagyon gyorsan menni, remélem, hogy sikerülni fog. Én azt gondolom, hogy nekem mindenki én vele ellentétben a lőtérőt hiányolom, nekem az jött át jobban. Ezek is jó gyorsok, de már jellegében más, mint a lőtéri. Úgyhogy én örülnék, ha jövőre újra lenne lőtér, hát majd meglátjuk, ez a Vigán Petendet, én az aszfaltos végét sem szeretem, úgyhogy több okból most már nem szeretem Vigán Petendet, úgyhogy én a helyére inkább egy lőtért szeretném. Picit jobb is lehetett volna, ha nem rontam el a harmadik gyors, de ez most már teljesen mindegy. Bajnokság tekintetében fontos ez a harmadik hely, úgyhogy a pontok jól jönnek. Az első gyorson, ha jól emlékszem, harmadik vagy negyedik időt autóztunk, nagyon nagy volt a por, nem volt egy kicsi szélse, és megült az erdőbe. Többször nem láttam a kanyarokat jól. Második gyors jól sikerült, abszolút harmadik idő. A harmadik gyorson ott ugye lefulladt az autóm, újra kellett indítani, az nem volt jó. Negyedik az abszolút második idő. Ötödik hegyesdi gyors másodjára egész jó volt, de elég nyomályos volt a vége, azt egy picit finomabban kezeltem, talán abszolút harmadik időt mentem, most meg abszolút megint egy abszolút harmadik, vagy negyedik időt, tehát átlagban tudtuk stabilan hozni a jó eredményeket, ami azt gondolom, hogy egész évben nagyon fontos és kell ahhoz, hogy évvégén is ott lehessünk a díját adunk. Baranya és Budapest Rally van még hátra, illetve hát egyet nullázni kell kötelezően mindenkinek. Nem tudom, még Baranyán mindenképp indulunk, Budapest Rallyról még nem hallottam különösebben, hogy mi lesz a sorsa, de hát mindenképpen szeretnénk stabilan menni, és akkor az elejében végezni.